színvonalas produkcióval nyílt meg az a tárlat, amelyet a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola évente immár 6. alkalommal hirdetett meg. A rajz és vizuális kultúra tantárgy egyéni, megyei szintű tanulmányi versenyének legsikeresebb alkotásaiból. A Ciráki Lajos rajzverseny most már 16. éve működik. Az első években még a Péterfi iskolában tanító Lázárné Verebes Ilona rendezésében működött, aki megyei rajz szaktanácsadó volt, és az ő nyomdokai haladva jutottunk odáig, hogy 6 éve vettük át az intézménybe a rajzverseny megszervezését. Ezt a nemes feladatot a képzőművészeti tagozattal együtt szervezzük, és a tanárok, kollégák segítségével tudjuk ezt a nagy varázslatot itt az iskolában belül végrehajtani, hogy egy tavaszi kiállításban itt az elsőtől a 13. évfolyamig megjelennek a tanulók munkái. Ebben a tanévben az alsó tagozatos diákok illusztráció készítésével, a 6.-7. osztályosok pedig a fák témakörében versenyeztek. A 13-14 évesek egy projekttel mutatták be, hogy ők milyen vállalkozásba fognának, ami hozzájárulhat továbbtanulási irányuk meghatározásához. A 7.-8. évfolyamosoknál volt a téma az én vállalkozásom címmel, hogy nekik azt lehetett elképzelni, hogy ha a jövőjüket elképzelik, akkor milyen vállalkozást szeretnének indítani. Ez egy kicsit a pályaorientáció is volt erre való tekintettel, hogy már ők 7.-8. nagyok kacsingatnak kifelé ugye az iskolából, hogy egy kicsit ösztönözzük őket arra, hogy gondolkodjanak már a jövőjükről egy kicsit nagyobb léptékekben, mert ugye ezt meg kellett rajzolni, ennek kellett tárgyi bizonyítékát is adni, hogy ők ebben a témakörben kicsit jobban elmélyedtek. Az idei évben 26 iskola, 410 tanulója vett részt a rajzversenyen, a beérkezett munkákat pedig egy 3-tagú zsűri bírálta. A diákok alkotásaiból nyílt tárlat egy hónapig látogatható az iskola aulájában.